fesztivál, ha fesztivál, akkor zene és sport, ha sport, akkor olimpikonok. A 2013-as Zánkai EFOT Fesztivál, amely az év legsportosabb fesztiválja címet kiérdemelte ezen a nyáron is, ismert sportolókat hívott meg ismét egy napra. Martinek János, Szöul olimpiai bajnok öttusázója, Baumann Dániel London ezüstérmes kajakozója, Kozman György Peking bronzérmes kenusa és Nagy Péter Európa bajnoki bronzérmes súlyemelő egy humoros, de néha komoly kerekasztal beszélgetésen vettek részt a Civil faluban, majd néhány sporteszközt kipróbálva sárkányhajózással zárták a napot. Nyáron szoktak lenni általában ezek, amikor jó idő van, mi meg ugye amikor jó idő, akkor vannak a kajakkenu versenyek is, és azért föl is kell azokra készülni, tehát nekünk egy hétvége, amikor végre hazaszabadulunk szolnoki edzőtáborból szombat délután, azt a családdal töltöm inkább. Hát én nagyon elfáradtam háromszor inkább egyszer valahogy feltudtam magam húzni, több ez csak ilyen próbálkozás volt, de nagyon fáradtó, de mondjuk ez nem az én sportágam, én maradok inkább a súlyemelésnél. Főiskolás fiúkat, lányokat kicsit motiválni kell abba, hogy bejöjjenek a vízre, ami lehet, hogy néhányuknak itt kín a parton is ingatag a talaj, de ott bent még inkább mozogni fog, bár ez a sárkányhajó egy olyan vízi eszköz, ami stabil, tehát ott biztonságban érezhetik magukat. Sportolóink ugyan maguk is jelenlegi, illetve volt egyetemi hallgatók, mégis az Zánkai rendezvény volt az első EFOT-juk, amelyre már nyugodt szívvel érkezhettek. Sikerülgettek a vizsgák, igen, de inkább most már az edzés a legfontosabb. Két hét múlva megyek az Univerziádéra. Lenyugodt szívvel vagyok itt, mert most ugye a szürke hétköznapokból és az edzőteremnek a komor hangulatából végre kijöttem ide a szabadba és egy kicsit szórakozni. Hál' Istennek megvannak, pénzügy kettő kilőve, úgyhogy most már lelkiismeret furdalás nélkül jöhetek le én is ide. Régóta főiskolás vagyok, de valahogy ugye a nyári időszak nekünk mindig foglalt volt, ezért kimaradt ez az életemből, de már sajnálom. A programok végén aztán fordult a kocka, az NSO TV adott autogramot a sportolóknak, akik este az egyik legismertebb elektronikus zenét játszó együttes, a Faceless koncertjén engedték ki a fáradt gőzt.